A terembe lépve látható, hogy ha egy gyermek kezébe hangszert adunk, azt ő minden bizonnyal megpróbálja megszólaltatni. Nem volt ez másként a Vikás Sándor zeneiskolában sem, ahol most egy kicsit másként ragadhattak akár gitárt, vagy meg annyi más hangadó eszközt azok az óvodás vagy iskoláskorú gyerekek, akik ellátogattak a rendezvényre. Igazából a küldetés az nagyon egyértelmű. Szeretnénk azt, hogyha sokkal többen játszanának hangszereken. Magyarországon ugye mi 2008-ban a Hangszeresek Országos Szövetsége végzett egy mérést, és akkor az eredmény jött ki, hogy Magyarország lakosságának csak 8%-a él hangszerekkel, tehát játszik rendszeresen, meg tanult zenét. Hát ez végtelenül alacsony szám, ez Európában akkor alulról a második hely volt, csak Bulgáriát tudtuk megelőzni. Mi akkor kezdtünk el komolyan ezzel az egész kérdéssel foglalkozni, és hát olyan aktivitásokat hajtottunk végre, szerveztünk olyan eseményeket, tehetségkutatót, nagy kiállítást, illetve hangszert a kézbenhez hasonló turnékat, amelyek arra ösztökélik a fiatalságot, hogy játszanak hangszereken. 2 évvel ezelőtt újra mértünk, és azért ott már egy 27%-os adat jött ki, ami azért már egy jelentős javulás. Tamás Attila, a Vikás Sándor zeneiskola igazgatója elmondja, hogy évről évre a zongora a legnépszerűbb a beiratkozók körében. A zeneiskola is igyekszik helyben egyre több olyan programot szervezni, amely célul tűzi ki a legkisebbek zenei nevelését is. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a zeneiskola maga, ez egy hangszerország, ahova bejönnek, akkor nagyon sok érdekességgel tudnak találkozni. A tehetségeknek a felkutatása, vagy magának a gyerekeknek a bevonzása, ez nem csak az iskolás korosztályra tartozik. Mi törekszünk arra, hogy már a legkisebb korosztályból is olyan foglalkozásokat tartsunk rendszeresen, amikor még beszélni sem tud a gyerek, de talán egy ritmus hangszerrel mégis nagyon szívesen eljátszadozik. Úgyhogy a legkisebb bölcsődés korosztálytól kezdve az óvodásoknak tartunk rendszeresen évente 3-4 sorozatot, amikor hangszerbemutatót tartunk, hangszersimogatókat, és természetesen minden évben törekszünk arra, hogy nagyon sok általános iskolába ki tudjuk vinni ezeket a hangszereket, megismertetni a gyerekekkel, és amelyik megtetszik neki, így be tudnak jönni, és tudnak rajta tanulni. A rendezvényt Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg, aki igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, hogy próbáljanak ki minél több eszközt, és amint lehet, kezdjenek el zenét tanulni. A zene az az embert neveli, lelkileg feltölti, kikapcsolhatja. Ugye, hogyha valaki ismeri Nyíregyházát, akkor tudja, hogy van komoly énekzeneképzés, van komoly hangszeres zeneképzés iskolai keretek között, magánkeretek között is. Rengeteg tehetséges diák van évről évre, ahogy most pénteken is volt egy Lengyel-Magyar Barátság napja, és pici nebulók léptek fel különböző hangszereken, az ember láthatja, hogy mennyi tehetség van bennük, és mennyi időt is áldoznak erre. Úgyhogy a zene nagyon fontos, nyilván a rendezvényeken is fontos a zene, de az egy másfajta típusú zene, mert ha valaki ide eljön és a hangszert a kezébe veszi, megnézi a keverőpultokat, a különböző eszközöket, lehet, hogy kedvet kap ahhoz, hogy ő is zenéljen, és ezáltal belépjen egy másik világba, ami tényleg az embert felemelheti és ki is kapcsolhatja. A Hangszert a kézbe rendezvény áprilisban Vácra, Sümegre és Balassagyarmatra utazik és folytatja misszióját azért, hogy a felnövekvő generációk életébe játékos módon csempészhessék be a zenét.